és hát abban is azért talán bízhatunk, amit Zácsik Szandra mondott, hogy 5 góllal nyerünk, ő már azzal kiegyez, de én is egyelőre 4-jel vezetünk. És az oroszok kezdték a második félidőt, ne felejtsük el, hogy ember hátrányban sincs, ugye? Szamorászki szerezte ezt a labdát. Tomori. Szucsászki. Zácsik. Az első félidő vége remekül sikerült. Abramovics maradt a kapuban a Fradinál. Tomori meg besétál, és belövi az első gólját a Ferencvárosnak a második félidőben. Tomori harmadik gólja a meccsen. Nem kellett hozzá egy perc sem. Sen. Gray. Szabad dobás. Mondom, nekem tetszett a Fradi védekezése, de lehet, hogy ezzel persze egyedül maradok. Járceva. Simkutye. Járceva. Simkutye. Gray. Elmegy és ezt most belövi, ott viszont volt egy kis hiba sajnos. Turej betalál. Olyan klubcsapatával 66 gólt szerzett, ez Iceko Navara volt. Korábban egyébként BL-t nyert a képen látható hölgy még a Slagelszével, ugye a dán csapat egymás után 3 BL-t is leakasztott magának. Tomorit állítja meg Simkutye. Zácsik, ember hátrányos orosz gólt láttuk. Ez pedig ember előnyös Tomori gól. A második félidőben. 4-nél tart most már. Ártamanova. Simkutye. Ártamanova megy föl, és bepattan szerencsétlenül. Már kiegészültek az oroszok. Megvan nekik is a góljuk a második félidőben, legalábbis az első. Tomori. Mondom, jelen állás szerint nagyon nem számolgathatunk, bár még. És hát kívánjuk ezt, hogy nem jutnak el nagyon 20 gól fölé az oroszok. De a tervek szerint 2-vel kell legalább nyerni, az a tiszta. Szép a visszaszerzett labda Zácsiktól. Úgyis hát legalább 2-vel fogalmazzunk így. A mosoly ott van Zácsik Szandra arcán, ezt jó látni mindig. Itt amúgy is jó látni, főleg amikor így játszik. Szucsászki. Szép passz, nagy játék, lőjük be! Igen! Kovacsic! Nagyon kellett ez is. A harmadik gólja. 18-13. Simkutye. Ártamanova. Kocsánszki volt az, aki remekül állította meg, és védekezésben szerintem nagyon hasznos. Ártamanova. Szarkazár vissza, ugye amióta Szádvárit kiállították, szóval többször megfigyelhető volt a Fradinál és Elek Gábornál, hogy kiállítják valamelyik szélsőt, a büntetésből nem jöhet vissza. Az ott is marad. Simkutye. Cifra fogja meg őt. Simkutye fenn a bírók keze. Tomori szépen kapott bele, és miénk a labda? Tomori bevállalja a kockázatos indítást. Szarkáig eljut ugyan, de ő már belépett a hatoson belülre. Szuszlina, Ártamanova. Szarkának kell igyekezni a létszámfölényben, az oroszok most ők rohannak, Járceva becsorog Abramovicsról. Eddig nem nagyon villogott Járceva, és ezt azért annyira nem bánom. 17 gólos ebben a sorozatban. Anna Szenyár 21-nél, Szimkutya 19-nél, ez volt a meccs előtti állapot. A jelen pillanatban Szimkutya, aki 3-at szerzett, ő a legeredményesebb. Összességében nálunk meg Zácsik! Nálunk meg Zácsik Szandra! Ellentmondás nem tűrően a 7. gólja. 19-14. Ártamanova. Járceva. Szarka fogja meg.
Tamanova. Simkutyev. Ure próbál befelé menni a szélről. Artamonova és megvan Abramovicsnál. Passzolni nem tudott, Cifra szépen feltartóztatta Turej, és most már Szucsánszki áll a labda. Továbbra sem volt lerohanás gólunk, de ez egyelőre annyira nem hiányzik. Zácsik, most legalábbis nem. Ott a fal, ott a rés! Szuszlina. Szucsánszki bevállalta, Artamonova. Simkutye. 10 védésnél tart az orosz hölgy. Ez meg egy kapufa Járcevától, aki most azért csúnyán becsapta a nála. Úgy gyorsan kiszámolom hány centivel is. Ugye 192 és 156. Na ezt adjuk össze. 36 centivel, az lehet, igen, lehet magasabb. Abramovicsot próbálta átejteni. Zácsik. Tomori. Tomori. Benn a bírók keze, Zácsik. Jó, Szamorászki. Áj, nem megy, valahogy nem megy. Valahogy nem megy pirosnak. Artamonova. Nincs továbbra sem beállóból gólunk. Simkutye. Ezek fontos mozzanatok. Leginkább nála érződik, amiről a könyvben is beszélt. Artamonova lő mellé, hogy azért Szusztina bizony komoly név a szakmában. Szucsánszki. Gyönyörű passz. Nagy védés. Ez már benn van! Bravo! Kovácsics lövését még védi Szusztina, de megvan akkor Szamorászkinak is az első gólja. Hát is bravúra védett amúgy Szusztina, 33 éves. Öreg Gábor azt mondta, hogy szerinte mindig ott van a világ élmezőnyében. Olyannyira, hogy a két győri kapus mögött, Pálinger és Lunde Haraldsen mellett még a dobogóra is felfér. És hát a jó formáját igazolja most is Turej és Szamorászki csattanása. 6 gólos Ferencvárosi vezetésnél. Nem azt mondom, hogy ez teljesen megnyugtató, de hogy kiegyeznék vele a végén, az egészen biztos. Artamonova, Simkutye, jó védekezés, Cifra. Szucsánszki, Tomori. No, ez most egy fiesztára kezd hasonlítani, amit a közönségtől kap támogatásként a Ferencváros. Mindenki egy emberként áll, és gyakorlatilag ütemesen tapsol és énekel. Szamorászki kiszedik a kezéből a labdát. Turej ugrik egy nagyot. Járcevának ad egy óriási paszt. Mekkora összjáték volt ezt a jó ég. Járceva harmadik gólja. Aki a legjobb szezonja még 2004-ben volt a Kegben, amikor 28 gólig jutott. Egy volgográdi születésű, és a Volgográd mögött maradjuk, hogy a Holt versenyben második, az Vezdával az orosz bajnokságban a Dondrosztov, ami a pontszámokat illeti. 7 méteres lesz. Zácsik harcolta ki, Tomori fogja lőni. Petrovát csapta be gyönyörűen. És akkor nézzük Tomorit. Ez nincs meg, Szuszlina. De most erre azt mondom, hogy még most ez is belefér. Tényleg csak a végén ne kelljen majd ezeket számolgatni, mert inkább el sem mondom, de pocsék a hetes kihasználásunk. Na jó, annyit megosztaganak, hogy négyet hagytunk ki idáig. 20-15. Petrova. Cifra állítja meg. Adzsigyerszkáját. Olga Adzsigyerszkája 21-essel. Nem csak a neve hosszú, de ő maga is. Gyönyörű védés lábbal. Abramovics. Nagyon kellenek ezek a védések. Na most kérek egy kis szerkesztői segítséget, hány védésnél jár Abramovics. 7. Köszönöm szépen Németh Kornélnak. Zácsik, Tomori. Szusztina. Ő már 10 fölött van. 20-15 egyelőre.
nem a támadó specialisták vannak bent. Ezért elég sok időbe tellett Sibanovának meglátni a Turay, de végül meglátta őt, és Turay az ötödik gólját szerzi. Zúga mindent bele, 20-16. Nagyon-nagyon nem dőlt ez még el. Még nagyon kell rátenni egy lapáttal, lányok. Szucsánszki, Zácsik, blokkról ment ki. Gárbuz és Sibanova zártak össze. Végig maradt a labda, Szucsánszki, Zácsik. Gyönyörű játék, csak öljük be. Igen! Kovacsics negyedik gólja. Úgy számolom, hogy most 3-ból 3. Mióta elkezdte a gólgyártást, azóta nem hibázik. És kapust cserélnek az oroszok. Meglepő, mert Cuszina 11 védéssel hagyja ott a kapuját. De ott hagyja. Valószínűleg csak átmenetileg, hogy pihenhessen. Galina Gabisova a helyén. Egyessel. Szabad dobás az oroszoknak közben. Gárbuz. Szucsánszki állítja meg jól. Ártamonova. Ártamonova, Gárbuz teljesen üresen. Nem is hagyják ezt most ki. Sokan kritizálták az oroszok edzőjét, hogy keveset cserélt. Mondom, főleg az orosz szurkolók. Amúgy sem repesnek az örömtől, és nagyon szeretik Szergej Belickit, az edzőt. De most nem lehet ráfogni, hogy keveset cserélne. Ahogy ugye hallottuk Németh Andrást, szerintem kicsit el is cserélte magát az első fél időben. Sajnos az Zácsik bomba most jócskán fölé megy. Nem is soha ismerkedett a labdával, legalábbis ennek a mesnek a labdájával. Védése még nem volt. Hát a Monova, ne is legyen sok. Csak ezt kívánhatjuk neki. Járceva, Gárbuz. Szabad dobás. Hadzsidzserska játszotta be. Taskentben született. Egyébként érdekes, mert Szucsina is ott született. Üzbegisztánban. Milyen kalapda? Tessék hallgatni. 21-17-nél. Úgy érzem, azért most kéne a gól. Kicsit megakadtunk 4-nél. Tomori. Nem akadunk meg! Gabisovát is felavatja. Aztán learathatja a bavérokat. 5, az az 5 gólnál jár Tomori. Ő is jól játszik. Híme. A Vác ellen egy nagyobb rossz sérülést szenvedett. A térdében az egyik oldalszalag nyúlt meg. Szerencsére nem szakadt el. Gárbuz ennek köszönhetően már az első meccsen is játszhatott. Ártamonovát állítjuk meg. Hadzsicskaja ment fel! Abramovics! Nagy védés! Hadzsicskaja lövését fogja, pedig aztán Hadzsicskaja 190 centi magas, tehát nála magasabb mezőnyjátékos nincs a mezőnyben. És ha ő egyszer felmegy, akkor ott azért nehéz. Ott az iszta hely! Zácsik! Besétál és belövi a 8. gólját! Mekkora helyet hagytak, hát hogy elvédekezték magukat? Cifra keményen ez kiállítás lesz. Ez most ebbe kerül, de én azt gondolom, hogy kellett. Cifra első kiállítása. Megismerkedhettünk Petrova hasizmával. Lehet, hogy ezért válogatták be annó a VB keretbe. Trefilov a nagymedve, és lett 2009-ben világbajnok Maja Petrova. Turay! Petrova 7 méteres belülvédekezésért, Tomori volt belül. A második ember hátrány ez a Ferencvárosnak. 23-17-nél úrva áll, nálunk pedig ő Pastrovics a kapuba. No nézzük, elkezdte a kollégám, azt mondja, hogy megfogja. Bízzunk benne, gyerünk Pasi!
Nem, a kapufa fogta meg, de jó volt a megérzés. Kimarad a 7 méteres. Tomori. Ez most lélektanilag is fontos lehet, hiszen 6-tal vezetünk. És így nem tudnak közelebb zárkozni az oroszok. Turek próbál labdát lopni. Tomorival együtt. Szabad dobás a Fradinak. Egyből egyébként kijem léptek és megnyitották a védekezésüket az oroszok. Ez is olyan ritka, mint a Fehér Holló, hogy egy orosz csapat nyitottat védekezzen. Zácsik. Szucsászki, Tomori próbál szarka helyet csinálni magának, de egyből vele tartanak, és így azért ekkora termető oroszokkal szemben nem könnyű. Zácsi gól! De ő elbír ezekkel is! Zácsi 9 gólos! Egyértelműen ennek a meccsnek a hőse ő lehet, és talán ő is lesz. Látszik, hogy majd ezeket a parkolói beszélgetéseket így a meccsek előtt, a fontos meccsek előtt meg kell ejteni, mert eddig ez jó men. Turej! Ez meg egy 7 méteres lesz. Kovacsics volt a szabálytalan. És náluk megint jön a kapus csere. Jön megint, ahogy a hangos bemondó is mondja, Pasi, vagyis Pastrovics Melinda, és jön Turej. És jön Pastrovics, és itt van az a védés! Bravo! 24-17. Zácsik. Szucsászki. Tomori. Jön a szabad dobás. 24-17, most azt gondolom, eldönthetjük, hát a nézők már is döntötték, hogy mi lesz a vége ennek a történetnek. Tomori! ...24-17-nél ember előny, szóval most talán eldönthetjük a továbbjutást, én azt hiszem. Zácsik áll oda! Benn van ez is! 10 gólos Zácsik Szandra, a második hetes gólját lövi be. Én szerintem Gabi soha nem találkozott a labdával idáig, csak amikor kiszedte a kapujából. Úgyhogy nagyon jót tett nekünk Melicki azzal, hogy levitte Szusztinát. Garbuz. És most már azért vastag, nagy a különbség. Garbuz, ez most szép játék volt. Garbuz második gólja. Közben vannak eredményeink a kupából. A Viaszen csapata tovább jutott, miután a Lublintól kikapott 4 góllal, de így is, mivel az első meccset megnyerte 14-jel, simán tovább jutott, 10-zel, plusz 10-zel. Kovacsics! Hát nincs kizárva, hogy mi is ennyivel jussunk tovább, ha így mennek a lányok. Kovacsics 5 gólos. Nagyon beindult Kovacsics Móri. 26-18, 8-al megy a Fradi. Összesítésben akkor 7-tel, hiszen most még ugye nem érték el a 22 gólt. Óriási védés Abramovics-tól! Szucsászki. Szóval amíg nem érik el a 22-t, addig elvileg egy is elég, de most már ne számolgassuk. Ez innen nagyon jól kezd kinézni. 12 perccel a vége előtt. Zácsik. Zácsik. Ez rövid lesz. Tomori tökik. Szabad dobás. Tomori elég nagyot kapott Kurbanovától. És most jut idő egy kis ápolásra. Nagyjából akkor végignézem, hogy mely csapatot állnak a kekben esélyen arra, hogy tovább menjenek. Ugye a Dinamo Volgograd már tovább jutott Kolozsvár ellen. A Viaszen is tovább jutott a Lublin ellen. Lengyel csapat.
A Lipcsének is nagy esélye van a Metalurggal szemben, 12 gólos előnye van ugyanis a Macedón együttessel szemben. A Debrecen Szaguntót verte 6-tal az első meccsen, bízunk benne tovább jut. Fehérvár nagyon nagy meccset fog játszani Szerbiában az Ajecsárral plusz 4-ről. És a Viborg Szévehof párharc, én azt gondolom, hogy ennek a illetve 8-at döntőnek a legpikásabb felvonása, ahol ugyanis 29-28-ra nyerte a Viborg az első meccset, és így utaznak Svédországba. És a Zvenyigorod is tovább jutott már a Randerssel szemben. Mert kezd tisztulni a kép, és azt látjuk, hogy elképesztően erős csapatok vannak, és lesznek a 8 között. A Ferencvárossal együtt, ebben most már nagyon bízhatunk, 26-18, 11 perc még, Kurbanova, Slivinskaya kicsit meg is ijedt a faltól, és ő is úgy gondolt, hogy behúzza a kéziféket, mielőtt nagyobb pofonba beleszalad, mert hát ő is inkább csak akkor lehet biztos a dolgával, beállóba kap egy labdát és be tud fordulni, indulás az nem az ő műfaja. Jarceva, Nagyicserskaya, le a szélre, óriási kapufa, Turejt is lekapták a szélről, Kovacsic indul, gyönyörű gól! Dramon Móni, 6. gólja Kovacsicnak, Garbuz mellett, megvannak az indulás gólok is, megvannak az indulás gólok, amiről korábban szó volt. Tatjana Lavrenyuk egyébként 8-assal, és most egy 2-perces kiállítását Kovacsicnak nagyon érett, azért ezt tegyük gyorsan hozzá. Most már olyannyira megérett, hogy meg is kapja a 2 percet. És bár nem mondtam, de gondolom észrevették, hogy a kivédett 7-es után is Pastrovics maradhatott, hogy Pastrovics véd. Most éppen nem véd, de ettől függetlenül nincs vele semmi gond. Kurbanova a gólszerző. Natalia Kurbanova első gólja. Beállóból az első gólja az oroszoknak. Ez most emberelőnyből született. 10 perc van még hátra. Lavrenyuk kijön Szucsászkira. Tomori. Most eléggé gyenge lövés volt, és ez az első védése Gabisovának. Nagyicserskaya. Le a szélre röviden, Szucsászki elvinné, viszont már történt egy szabálytalanság, Suknelli. Ugye Kovacsica én a jobb szélen, és ő, hogy érkezett, ő védekezett keményen, és az most kellett is. Ártamonova, Jarceva, Pastrovics, bravo! Pastrovics szép védése. Ő is hozzátesz tehát a meccshez, ugye ne felejtsük el, a két kapus válvetve harcolt és küzdött azért a keksérlegért. Mind a ketten hozzátették a magukét. És hát az egész csapatperc, az Ácsik. Tomori. Kifogta a legmagasabb embert, Nagyicserskaya személyében Tomori, a Fradi legmagasabb játék, mezőnyjátékosa. Szarka, Ácsik. Szucsászki, Szarka, egy az egyben, Jarcevát megveri, kapufa. Megmondom őszintén, hogy nem értem Szuszinát, miért nem hozták vissza, de ez legyen az orosz edző baja, ez meg sajnos bent van. Slivinskaya lövése pedig már úgy tűnt, hogy meg lesz Pastrovicsnak. Slivinskaya első gólja a két kiállítása mellé, 7 gól, a különbség 27-20, viszont ebben a pillanatban kiegészültünk. Jön Zsivkovics. Suk marad jobb szélen. Hát a csenék azt mutatják, hogy ünnepelünk. Az egész város ünnepelhet. A Kek győztes csapatot ünnepelheti, hogyha tovább jut a Rostov ellen. Suknelli gól! Igen! Ő is betalál! Suknelli! Egy nagyon fiatal játékos. 92-es születésű, vagy májusban lesz 20 éves. Békés Savai lány. Garbuz. Cifra, ő is Békés Savai. Jöhet a szabad dobás. A
8 gólos különbség, az szinte láb volt, nem szinte. Miénk a labda, indulás, Sarka, most már indulunk! És most már akkor dobunk gólt, amikor akarunk! Sarka Adrián második gólja. 29-20. Az ott volt Rostov, ez meg Budapest, ez meg egy rossz lövés Andzsijevszkájától. Zsivkovics. Zsivkovics. Szucsánszki. Mehetünk a tízért. Hát így nem lesz jó. Ugye akkor lőhet majd egy kiszámolósd is. Így viszont most mehetnek a nyolcért az oroszok. Ők is kiejtik a labdát, aztán másodszorra Vásciuk összeszedés kiarccal egy 7 méteres. Szucsánszki próbált még lábbal odaérni, de már nem igazán tudott. Már mindent megpróbált. Odaadja készségesen Vásciuknak a labdát Pastrovics. Mind a ketten voltak az Alcoa játékosai, de más-más időszakban. Vásciuk. Megfogja Pastrovics! A második hetese! És egyet ugye a kapufa védett, akkor is ő volt bent! Bravo! Ő, de kellene ez neki lélektanilag, én azt gondolom, mert ha bevallhatjuk őszintén, az utóbbi időben nem nagyon láttuk őt jól védeni. És most ez mindenképpen önbizalmat adhat! Sivkovics lő egy elképesztő kapuvasat. A tető szerkezeten fönnmaradt a labda. Úgyhogy most feltehetjük azt a kérdést, hogy hol a labda. Majd valamikor nagy takarításnál, mondjuk a tavaszi nagy takarításnál meg lesz. Oldalról jön tehát a Don Rostov. 29-20-nál. Ártemanova, Pastrovics! Pastrovics! Hát mind a két kapusunk jó napot fog kéne, azt gondolom. Sőt, extrát. És akkor menjünk, legyen meg a tíz lányok, gyerünk! Zsivkovics, Zácsik, most már legyünk telhetetlenek, a továbbjutás az megvan. Az már nem kérdés, én azt hiszem. 5 perccel a vége előtt, Ártamonova. Ártamonova megy, ezt nem tudja megfogni Pastrovics, nagyon üres volt már. Sok helye volt Ártamonovának, akinek ez a második gólja. Ugye Toulont vertük tavaly a visszavágón, ez már szóba került a meccs előtti beszélgetésnél Világi Péter és Kökény Bea között, hogy kinti egygólos vereség után 11-jel vertük itthon, hasonló ez is! Zácsik lövése megy mellé, csak hasonló, mert most nem akar összejönni a 10, de ne legyünk telhetetlenek, ugye Szari is azt mondta, hogy nyerjünk 5-tel, és ő még alul is becsülte akkor egy kicsit a csapatot, vagy legalábbis a különbséget. Ami most jelen pillanatban 8. Ártamonova. Garbuz. Ártamonova. Elveszíti a labdát. Andzsijevszkája, és próbál indulni a Fradi. Zsivkovics. Suk. Zsivkovics. Jó bejátszás. Cifra. Így van. Cifra is gólt szerez. Én megmondom őszintén, továbbra sem értem, miért nem Szusztina véd, de ez legyen az ő bajuk. Így végképp elment a hajó az oroszoknál. 30-21. Garbuz. És jó híreik vannak Debrecenből is, mert a második meccsen 27-26-ra vezet az 56. percben. Méghozzá a Saguntó együttesével szemben, úgyhogy 6-tal nyerte az előző meccset a Loki, tehát a Loki is ott lesz a legjobb 8 között, és nem Zácsikot, hanem Cifrát állították ki. Cifrának ez a második kiállítása, és ez pedig egy gól. Méghozzá Garbuz szerezte, akinek ez a harmadik. Sarka. Úgyhogy most már a Alko az, akikre még várunk, és azért az egy nagyon komoly történet lenne, ha 8 között lenne 3 magyar csapat a kekben.
Pastrovics! Hát gyönyörű a kettővel, és egy nagy indítás, és Szuknelli bedobja! Szuknelli második gólja! Pastrovics meg 5 zicsert fogott gyakorlatilag a meccsen. 31-22, meg lehet a közte 10. 2,5 perc, a vártnál azt gondolom könnyebben lehet meg a továbbjutás. Adzsizserszkája kapufa! Nagy erők, lányok! Most már az olyan maximalistáknak is a dolgát megkönnyíthetitek, mint amilyen most én vagyok, hogy legyen meg a 10-2 perc. Kijön megint nyitottra az orosz csapat, ugye ne felejtsük el, ember hátrányban támadunk, Zsivkovics! Megvan a 10! Megvan a 10! Zsivkovics! Az első gólja! Tamanova, Garbus, és Pastrovics, és a 10! Másfél perc, jutalomjáték a végén! Egy bécsi átszállással fognak majd hazamenni Oroszországba, és bánatosan fognak hazamenni. Lácsik! Tucsászki, Zsivkovics, alulról, megvan Gabisov a második védése, Ártomolova, jön az utolsó perc, 32-22-nél, és most már elmutatta, hogy csak a Debrecen győzték le egyszer összesítésben a rosztoviak, az mondom neki kekgyőzelmet ért, de 96-ban a Vasas, 2003-ban a Győr, 2007-ben és 2008-ban a Dunafer, 2012-ben pedig a Ferencváros fogja elbúcsúztatni a nemzetközi kupából a Don Rostov együttesét. 25 másodperc múlva ez jegyzőkönyvbe is vésetik. Nagyon szép volt, lányok. Még egy kínai a végére, nem volt már a lába Zácsiknak, de hát azért ez nem az ő reszortja általában. Ezzel is megpróbálkoztak, ettől függetlenül Zácsik Szandra lett a meccs embere. Én azt gondolom, persze a kapusaink is maradéktalanul dicsérhetők. Lássuk, állítja be a végeredményt, amely nem más, mint FTC Rail Cargo Don Rostov 32-23. Bravo, lányok! Nem bánjuk, hogy nem jutottunk infarktus közeli állapotba. Nem bánjuk, hogy Elek Gábor azt hiszem így fog a gyógyulás útjára lépni ebből a megfázásból, amit úgy tervezett, hogy majd kint fog megkapni, de végül is itt kapta meg. Semmi baj. A lényeg a továbbjutás, és az, hogy a csapat ott van a legjobb nyolcban. Egy egészen könnyed második meccsen, amely azért tegyük hozzá gyorsan, 25 percig szoros volt, az első félidő 5 perce a végén már perdöntőnek bizonyult, és a második félidőben is még közé raktunk jó párat, hiszen 15-11-el fordultunk, és a második félidőt is megnyertük, 32-23 lett a vége, váratjuk tehát majd a következő ellenfelet, a kekgyőztes ott van a legjobb 8 között, imponáló produkcióval, olyannal, amit mindenki elképzelt. És ez azt gondolom, hogy mindenképpen jó, sőt, ennél jobb nem is lehet. Természetesen ne menjenek sehova, hiszen most azonnal megszakítás nélkül jönnek nagy pingpongozóink, Világi Péter és Pónác András, akik majd egymásnak passzolgatják a szót, és természetesen értékelnek, interjúkat készítenek.